Viszonylag rövid idő állt a katások rendelkezésére, hogy átgondolják, adózhatnak-e továbbra is katásként. Sok vállalkozó kereste fel a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, akik főként az általányadózás szabályairól, az áttérés módjáról, határidőkről kérdezték a szakembereket. A legtöbben önállóan próbáltak boldogulni a bejelentésekkel, a dokumentumok kitöltésében pedig nagy segítséget nyújtott az adóhivatal. A korábbi katások nagy többsége az általányadózást választotta. Amikor meghatározták a költséghányadot, abban tudott segítséget nyújtani a hivatal, viszont ahhoz, hogy besorolás megtörténjen, a TESZOR számot kellett először meghatározni. A TESZOR számmal kapcsolatban viszont csak a KSH adhatott tájékoztatást, ezért oda is el kellett menni, vagy telefonon felhívni a KSH-t az adózóknak, hogy ezt az azonosító számot meg tudják határozni. Ezután a NAV szakemberei nyújtottak segítséget abban, hogy melyik TESZOR számhoz melyik tevékenység tartozik. Így megállapítható az is, hogy milyen költséghányadot kell alkalmazni. Az adó és járulékterhekkel kapcsolatosan is számos kérdés érkezett. Fontos tudni, hogy a végzett tevékenységhez szükséges-e középfokú végzettség vagy sem, de más szabályok vonatkoznak a fő és a másodállású vállalkozókra is. Újdonság az is, hogy havonta bevallást kell készíteniük az érintetteknek az 58-as nyomtatványon. Itt a társadalombiztosítási járulék, a szociális hozzájárulási adó, valamint a személyi jövedelemadó szabályait is ismerni kell, hiszen többek között különböző határidők vonatkoznak ezek befizetésére. Arra kellett a régi katásoknak odafigyelni, hogy például a T1041-es nyomtatványt is be kellett nyújtani. Ugye a havi határidők, a negyedéves SZIA fizetési határidőre is oda kellett figyelni, tehát ezek mind újdonságok voltak az adózók számára, tehát minden adónemhez, minden kötelezettséghez kapcsolódott egy határidő, és ezeknek a figyelemmel kísérése is jelentős új feladatot jelentett. Bár eleinte még akadtak problémák, a tapasztalatok azt mutatják, hogy gördülékenyen ment az átállás. Az adóhivatal továbbra is készséggel nyújt segítséget bármilyen témában, telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon.